So much love to say. Wanna get to know you in every kind of way. But you speak it in tongues. You take the breath from my lungs. Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornán, mert egy izgis kis videóval készültem nektek, hiszen képzeljétek el, hogy az Erdekótól kaptam 4 darab különböző túst, és arra gondoltam, hogy tesztelem őket, viszont nem a hagyományos módon, hiszen úgyis itt van a báli szezon, a farsangi szezon, és arra gondoltam, hogy akkor ezeknek a tusoknak a segítségével készítek egy ilyen kis állarcot magamnak, és mielőtt tovább mennénk, írjátok meg nekem kommentben, hogy a 4 tus közül melyik nyerte el leginkább a tetszéseteket, vagy ti milyen tusokat részesítetek előnyben, hiszen nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nem is húzom tovább az időt, tartsatok velem, és nézzük, hogyan készült ez az extrém smink. Az alapozás menetéről nem szerettem volna külön felvételt készíteni, de egyébként az Art Deco High Definition Foundation-ét használtam, és mint láthatjátok, nagyon-nagyon szépen elfedi a bőrhibákat, szóval én abszolút ajánlom nektek. Ezután egy szemhéjbázist vittem fel, amelyre egy egyszerű barna szemhéjfestéket tettem fel, és igazából a szemhéjbázist azért ajánlom nektek mindenképpen, mert nagyon szépen beletapad a festék, és nagyon intenzív lesz ezt követően a szemhéjpúder színe, szóval ő is egy kis Jolly Joker termék számomra. Egyébként ezt a port egy sima satír ecset segítségével vittem fel a szemhéjamra, és egy tiszta ecset segítségével dolgoztam el a széleket, majd alulra is vittem fel ebből a barna színből, hogy úgymond egy egységes alapot kapjak. És ahogy a videó elején említettem nektek, ebben az anyagban főként a tusokra fogok fókuszálni, úgyhogy elsőként a személyes kedvencemet hoztam el nektek, amely azért különleges számomra, mert én alapvetően őszintén szólva nem nagyon szeretem a filces tusokat, és ez az egyetlen olyan tus, amire azt mondtam eddig, hogy úristen, ez nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon bevált. Igazából ilyen kis szálakból áll a vége, és nem az a hagyományos filces feje van, ezáltal sokkal könnyebben lehet vele dolgozni, de ezt láthatjátok is a videóban. A második tus az előzőhez képest egy sokkal nagyobb fejjel rendelkezik, ezáltal sokkal vastagabb, illetve markánsabb vonalat tudtok vele húzni. Akkor ajánlom nektek ezt a tust, hogyha vastagabban szeretitek keretezni a szemeteket, mert ő abszolút alkalmas lesz erre, és igazából, mint említettem, egy hosszantartó változatról beszélünk, szóval elég sokáig fenn fog nektek maradni. Made room for you in here. I told you that I loved you. You said you couldn't love me. My chest, it hit the ground. Beginning to an end, in a curtain with the words, and leaving with a broken bound. You more if we went away far west where the road.
A harmadik változat egy különleges darab, hiszen mint láthatjátok, nem hagyományos fejjel rendelkezik, hanem egy ilyen, mintha egy CD lenne, illetve mintha egy pizzavágó lenne a vége. Ez igazából azoknak nyújt segítséget, akik nem használják olyan magabiztosan a tusokat, tehát hogyha ti is abba a kategóriába tartoztok, illetve féltek attól, hogy nem húztok egyenes vonalat, akkor őt ajánlom nektek. Egyébként hozzáteszem, hogy én a sima hagyományos változatokkal sokkal könnyebben húzok tusokat, szóval azért érdemes ezt is figyelembe venni. És akkor elérkeztünk az utolsó tushoz, amely nem más, mint a Sensitive Fine Liner. Őt igazából érzékeny szemre ajánlom, illetve olyanoknak, akik nem annyira szeretik, hogyha ilyen erőteljes vonal kerül fel a szemhéjra, mert ez a típusú filces tus inkább egy ilyen finom megjelenést kölcsönöz a szemeknek, szóval, hogyha ti is ilyen elegánsabb hatást szeretnétek elérni, akkor viszont őt ajánlom nektek. És hát igazából ennyi lett volna mára ez a kis videó, remélem, hogy tudtatok belőle inspirálódni, akár farsangra, akár tusválasztás terén, és igazából nincs más hátra, mint megkérjelek titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, illetve hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és kommentben pedig mindenképpen írjátok meg nekem, hogy nektek melyik volt a kedvenc tusotok, illetve ti mit használtok most, szóval várom a kommenteket, sok puszi nektek, sziasztok!